Ellenfelünk hozzánk hasonlóan újonc, de nagyon jól igazolt a bajnokságra, így igazi másodosztályú csapatnak tekinthető. Idegenben sokáig tartottuk velük a lépést, de a rutin végül az ő javukra döntött. Fegyelmezett és pontos játékot kell bemutatnunk, ha győzni szeretnénk. Nyilatkozta a mérkőzést megelőzően a komáromiak férfi csapatát is irányító Nagy Péter. A mérkőzés elején csapkodó volt a játék, sok volt az egyéni hiba, és miután mindkét kapus jól védett és több zicsert is megfogott, kevés gólt láthatott a közönség. Végig a Komárom vezetett, többször két góllal is, de a vendégcsapat mindannyiszor egyenlíteni tudott. A félidőben 11-10-re vezetett a KVSE. A második játékrész elején 4 percig emberhátrányban játszott a hazai csapat, de ezt a nehéz időszakot sikerült egy kapott góllal megúsznia. A vendégek azonban így is magukhoz ragadták a kezdeményezést, folyamatosan náluk volt az előny, miközben a hazaiak 7 percnyi játék után voltak először eredményesek. A 18-18-nál aztán sikerült utolérni a 100 halombattát, így izgalmas végjátékra volt kilátás. A KVSE-ben a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 10 góljával a mezőny legeredményesebbjének bizonyuló Nagy Ábel tartotta a lelket, de a sok kihagyott helyzet végül megbosszulta magát, és a jobban koncentráló 100 halombatta végül 24-23-ra megnyerte a mérkőzést. A Komárom nagyot küzdött, jobb koncentrációval a maga javára fordíthatta volna a találkozót, ezúttal azonban, ha csak egy hajszállal is, de a vendégek voltak jobbak. A fontos pillanatokban a 100 halombatta döntött jobban, adott rövid értékelést a találkozót követően Nagy Péter, akinek csapata továbbra is a 9. helyen áll a tabellán. A KVSE férfi csapata legközelebb szombaton 17 órától lép pályára, amikor az 5. helyen álló Sziget-Szent Miklós vendége lesz.